Megint kéne nekem egy önkéntes. Még nem tudom. Na gyere, te már az előbb is jelentkeztél. A helyzet az, hogy megadjuk az esélyt annak, hogy a fizika órának hama vége legyen. Hoztam egy-két dolgot. Na jössz? Jól van. Az egyik legkedvesebb kísérletem fog következni. Az lenne a kérésem, hogy nézd már meg, mi van benne. Dió. Hangosabban. Dió. Dió. Na jó van, akkor mégpedig idej, ott van egy kalapács. Mikor törtél utájára a diót? Mi a keresztneved? Márk. Márk. Mikor törtél utájára a diót? Tavaly. Tavaly. Jó. Most igen, úgy fogsz diót törni először, hogy az én fejemen. Bevállalod? De pedig ez a feladat. Erre jelentkeztél. Na gyere, figyelj, hogy fölérjél ide engem, én ide leülök, ott van a dió. Még azt kéne megnézni, hogy ez tényleg igazi kalapács-e. Igazi. Oké. Na, én akkor leülök, és te pedig a fejemen fogsz diót törni. Oda álljál hátam mögé. Én annyit teszek, hogy ide ráteszek egy ilyen 5 kilós súlyt, de úgy teszem rá, csak az ujjammal, hogy oldalról megtámasztom. Te pedig ezen törjed a diót. És kérlek, ne sajnálj, mert a fizika megvéd engem, ne aggódjál te ezen. Na! Foghatom a diót. Foghatod a diót. Na. Az a helyzet, hogy a tehetetlenségről szól a kísérlet. A tehetetlenség a mindennapi életben egy foglalt fogalom. Te ide figyelj, Márk! Hogyha jelentkeztél erre, akkor most hát csapjál oda egy akkorát, hogy ne tovább. Hát akkor vedd a következőt. Vedd a következőt. Azt szeretném elmondani, a fizika kísérletekkel szemben milyen elvárásaink vannak. Az egyik, hogy a fizika kísérlet megismételhető legyen. Úgyhogy légy szíves, legalább még egy párat törjél. Úgy. Úgy is van. Na most van egy másik fontos kísérleti követelmény, hogy mindenkinek egyformán sikerüljön ez a kísérlet. Tudod, ez mit jelent már? Hogy most te ülsz ide. Na, tessék. Egyébként meg kell, hogy emlékezzek valakiről, aki nekem nagyon kedves. Középiskolában volt egy tanárnő, én őtől tanultam. Képzeljék el, akkor sokkal egyszerűbb volt a fizika tanároknak a dolga, mert a kinematikára akkor volt majdnem 4 hét. Most összesen van 3 óra rá. Tehát 4 tanítási héten tanultuk meg a kinematikát, most ezt 1 hét alatt lezavarják azokon a helyeken, ahol lóhalálában tanulják a fizikát. És na, akkor a fizika tanárnőnek nagyon jó esélye volt arra, hogy megismert minket az ott az 1 hónap alatt, és tudta, hogy amikor ki kell hívni, a leggátlástalanabb gyereket hívta, mert amikor kérdezte, hogy ki akar a fején diót törni, mindenki akart a fején diót törni, agyon akartuk már akkor ütni, de ő pedig csak nevetett, mert tudta, mi fog kiderülni belőle, mégpedig az fog kiderülni, hogy itt van ez a kalapács, ennek a kalapácsnak a tömege, és ennek a vastömnek a tömege, miatt, hogyha ütközni fog, akkor ez alig fog megmozdulni. Úgy is mondhatnánk fizikus szóval, hogy a mozgás állapota alig változik. Szerintem ez jól látszik, hogy meg lehet törni. Még jól vagy? Jól. Helyes. Tehát azt hiszem, hogy ez jól látszik, hogy ha megtöröm, egyébként azért nem repül el, mert még nem szárad ki. Te is ezt tapasztaltad, ugye? Jó nedves dió. Idei dió. Na most az a helyzet, hogy dió nélkül is kibírja. Tehát nem kell ezzel megcsodálkozni, ugye a tehetek... Parancsolj, ide figyelj csak! Szereted a diót? Akkor vidd el. Ha látsz valami szép, csinos lányt, mondd meg, hogy ő is egyen belőle.